Törzsi kincsek. David Attenborough filmje. A maszk mögött. Nyugat-Afrika, valamivel délre, Szaharától, Timbuktutól 250 kilométerre a Niger folyó mentén. Szúrós bozót, száraz homok és napégette sziklák mindenütt. Homokkő szirtek futnak több száz kilométer hosszan, lábuknál pedig a dogonok falvai bújnak meg. A blessing on your morning. Szép jó reggelt. Önnek is. Hogy szolgál az egészsége? Köszönöm jól. Hogy van a családja? Ők is jól vannak. Minél magasabb valakinek a rangja, annál hosszabban üdvözlik. A termékeny földért vívott harcok után a dogonok itt végre menedékre leltek. Senki nem irigyli tőlük ezt a naptól perzselt, barátságtalan vidéket. Sem az iszlámnak, sem a kereszténységnek, sem bármilyen más vallásnak nem sikerült megváltoztatnia a dogonok változatos hitét a természetről és a sorsukat irányító erőkről. Egy idős férfi jeleket rajzol a homokba. A belőlük kiolvasott varázslatot énekkel tolmácsolja. Minden szimbólum egy embert, egy helyet, egy feladatot jelent. Éjszaka a jurugu, a kis fehér sivatagi róka végigfut majd a területen. Szétszórt csalétekkel bírják rá erre. Lábnyomai bizonyos jeleket érintenek, másokat kihagynak. Ebből megtudható a jövő, amennyiben a szimbólumokat egy bölcsember rajzolta, aki érti az Istenek szavát. A fontos családok házainak elülső falába kis fülkék mélyednek a különböző ajándékoknak. A varázserejű helyeket dombokkal jelölik. A falu minden negyedének megvan a saját szent helye. Minden ilyen helyet köleskásával és vérrel kell táplálni. Bár a nyugat nem igazán hatott erre a falura, az itt és Afrika más elzárt szegleteiben élők különös hatást gyakoroltak a nyugatra. A hasonló helyekről származó szobrok teljesen átalakították a nyugati művészek világlátását. The artists of the West have seen the world.
A faragott törzsi műalkotások évszázadok óta ismertek a nyugati piacokon, de Európa csak bizarr különlegességeket látott bennük. 1900-ban Párizsban, a művészetek fővárosában alig akadt valaki, aki ezeket műalkotásnak tekintette a korabeli festők elegáns képei mellett, melyekkel színes benyomásaikat örökítették meg a világról. Pár fiatal művész azonban forradalmat indított. Picasso is közéjük tartozott. Kiakasztotta ezeket a furcsaságokat a műterme falára, és hatásukra új, vibráló elemekkel gazdagította képeit. Georges Braque, a kubista festő azt hirdette, hogy az afrikai szobrok egészen új távlatokat nyitottak meg előtte. Ezt a teljesen fehér maszkot, mely 1911-ben a szobája falán lógott, Közép-Afrika legsűrűbb erdejében faragták. Még ma is abban a párizsi lakásban látható. Valaha egy művészeti forradalom kirobbanását segítette elő. Körülötte más törzsi faragványok állnak. Köztük pedig további szobrok, kerámiák, festmények, melyeket európai művészek készítettek afrikai stílusjegyekkel. Ez a stílus azóta is áthatja egész Európát. Az ehhez hasonló tárgyak ősi hagyományokat keltettek életre. Az európaiak faragás és festés közben nagyjából 2000 évig az ókori görögök és rómaiak stílusát követték. Eljutottak azonban hozzájuk a szobrok, melyek nem a dolgok külsejét ábrázolták, hanem a belső valóságot. Nem a láthatót, hanem a láthatatlant. A dogonok szobrai bárhol megállják a helyüket Afrikában. Legtöbbször isteneket ábrázolnak, akiktől minden dogon származik. A dogon faragványokat szépségük és változatosságuk miatt nagyra értékelik a kívülállók, és most 70 évvel azután, hogy néhány párizsi művész felnyitotta a szemünket, a nyugati világ ugyanolyan fontosnak tartja az afrikai művészetet, mint a sajátját.
A Texas állambeli Dallasban járunk. Olyan kiállítást megnyitóját tartják, melyen kizárólag ennek a törzsnek a művei láthatók. Kicsit ellentmondásos a helyzet. A világ egyik leggazdagabb városa, amely a jólétet magasztalja, nagy tisztelettel viseltet olyan emberek műalkotásai iránt, akik anyagi értelemben talán a legszegényebbek a világon. A dogonok nem kiállítási célból készítik a szobrokat. Nekik ezek személyes, titkos tárgyak, a halottak szellemeinek lakhelyei. A családi tulajdonban lévő szobrok előtt az emberek csendes, zárt udvarokban róják le tiszteletüket. Azok, melyek a falu szerencséjét vigyázzák, olyan értékesek, hogy maga a hogon, a falu papja őrzi őket. Saját házának kertjében rejtegeti őket. Bár a falubeliek tudják, hogy nála vannak, kevesen ismerik, hogy pontosan hol találhatók. Csupán egy-két teljesen beavatott férfi láthatja őket, valamint azok, akiknek áldozatot kell bemutatni előttük. Némelyik ősi és szent tárgyon annyira nyomot hagytak az évtizedek, hogy már alig látszik az eredeti alakjuk. Olyan értékesek, hogy a lelkészen kívül senki nem tudhat a rejtek helyükről. A szentélybe helyezi őket a többi faragott tárgyal együtt, hogy ott kellő tiszteletet kapjanak. Először is köleskása. Bocsássatok meg nekünk, Mulong, Yunom, Melakum, Kolovai, a bozót minden szellemei. Bocsáss meg nekünk, Bongo, a falunk szelleme. Bocsássatok meg nekünk, Ireli és Tirelli, Kundu és Sanga, Kani és Kamba, a vidék összes falvának szellemei. Az első hogon a mennyből érkezett a napbirodalmából. Amikor földet ért, tűzből volt a lába. Olyan forró volt, hogy vasból készült szandált kellett hordania, nehogy a lábnyomai kiszárítsák, és örökre terméketlenné tegyék a földet. A hogon napjainkban sem mehet ki a faluból, nehogy természetfeletti ereje felperzselje a mezőt. Áldozás után az egész háznak ennie kell a lemészárolt állatokból. Mindenki a neki járó részt kapja. Szárnyat, fejet, hátat, lábat. A leg. A májnak a szobrokhoz kell kerülnie. Nem csoda, hogy a dogonok nagy figyelmet fordítanak a jövőjükre. Életüket a tönkremenés határán tengetik. Földjük sovány, és kevés állat legel errefelé, esetleg néha egy-egy elkószált antilop.
A száraz évszakban több kilométerre lévő kutakból hozzák a vizet, hogy aztán a szinte teljesen terméketlen talajra öntözzék. Ha az eső elmarad, a kutak kiszáradnak, és százak halhatnak éhen. Legtöbb ősi szobruk az ég felé emeli kezét. Az emberek azt mondják, esőért imádkoznak. Amikor beköszönt az esős évszak, a víz megtölt néhány sziklába vájt üreget. Szerencsés esetben ezek a vízraktárak egész évben kitartanak. Vízük egyre zöldebb és tele van moszattal, de minden cseppjük létfontosságú. A földeken manapság vöröshagymát termesztenek. Ez az egyetlen haszonnövény, amiből többet tudnak termelni, mint amennyi nekik kell. Februárban és márciusban, mielőtt a száraz évszakban mindenki szárad, betakarítják és pépesítik a hagymát. A dogonok hagymával kereskednek Nyugat-Afrikának ezen a részén. Cserébe hozzájutnak ahhoz a néhány árucikhez, amire szükségük lehet. Az asszonyok minden nap golyókat gyúrnak a pépből, melyeket kiszárítanak a napon. A hagymaillat belengi az egész vidéket. Másik haszonnövényük a köles, de abból szinte sohasem marad felesleg. Minden szemet gondosan betakarítanak, ez az alapvető élelmiszerük. Éppen ezért minden családnak van legalább egy gabonatárolója. A tárolók méretéből és számából megítélhető a család anyagi helyzete. Ezt a faajtót néhány karcolt vonallal díszítették. Régen azonban a gabonatárolók ajtóit dekorálták a legváltozatosabban az egész faluban. Ezeken is feltűntek az ősök, akik esőért imádkoznak, hogy a köles jövőre is kihajtson, és a tárolók soha ne ürüljenek ki. Az ilyen ajtókat csupán egy ember készítheti el, ő más, mint a többiek. A faluban egyedül neki nem lehet földje, illetve ő nem végezhet mezőgazdasági munkát. Köztes helyet foglal el a köznép és az istenek között. A kovács. Egyenesági leszármazottja valakinek, aki ellopta a nap egy darabját a mennyből, és a szivárványon át lehozta a földre a nagy halom izzó, olvat vasat. Az emberek vele csináltatják eszközeiket és fegyvereiket. A pap vasképekért jön hozzá. Egyedül a kovács készítheti ezeket. A fújtatóban lévő levegő az élet része. A vas a föld mélyéből származik, a halál birodalmából. A kettő összehozásával a kovács különleges varázserejének köszönhetően kapcsolatot teremt az emberek és a szellemek világa között. A kovács fia csak egy másik kovács lányát veheti feleségül, hogy ne szakadjon meg az ősi vonal. A tudás pedig kizárólag apáról fiúra szállhat. Jamás chega.
Hálát adok neked, áldott legyen a munkád és a fiad. Ama, a teremtőnk, áld meg az egész falut. A gyerekek még keveset tudnak a dogonok világáról. Először akkor szembesülnek vele, amikor körülmetélik őket. Erre a szertartásra beavatási dalokat kell megtanulniuk. A ceremóniát egy szent barlangban tartják magasan a sziklák között a falu felett. A fiúk itt megismerik a mitológiai titkokat, amelyek majd vezetik őket felnőtt életük során. Festett ábrákat is mutatnak nekik, melyek az elsajátítandó tudást jelképezik. Itt-ott az új világ szimbólumai is láthatók, például egy autó. Ám a legtöbb ábra az ősi hagyományokhoz kapcsolódik, és a fiúk gyerekkorukban is láthatták őket a faluban. Ezeknek a hieroglifáknak a jelentése beleég a gyerekek emlékezetébe, miközben átélik a mögöttük lévő megpróbáltatásokat. A beavatás után a fiúk már az Avához, a maszkosok közösségéhez tartoznak. Az Ava tagjai titkos nyelven beszélnek. Egyre bölcsebbek lesznek, mivel számos ünnepélyen vesznek részt. 60 év alatt érik el a csúcspontot. Ők hozzák le a szent maszkokat a rejtekhelyükről, majd a maszkokat viselve mindenki előtt táncolnak a fesztiválokon, amelyek fontos események a faluban. Thank you.
A falu minden szegletének van valami jelentősége. Akadnak helyek, ahová idegen még nem tette be a lábát. Sziklasávok, melyek mágikus módon veszélyesek, és létezik egy különleges hely, ahol a maszkok is kifejezik tiszteletüket. Itt áll egy vaskép, amelyet kauri csigákkal fedtek be. Egy kauri csigát elásnak egy baobab fa tövébe, ezáltal felajánlják a fában élő szellemnek. Cserébe elveszik a fa egyik ágát. A kovácsot megbízták, hogy készítsen el egy maszkot. Vele együtt érkezik a maszkosok közösségének feje, a maszkok ura. A baobab vaskos ágai sok faanyagot biztosítanak. Egy másik falucskában élő kovácsnak szintén szüksége van fára. A baobab megmászása fájdalmas művelet, mert a törzsén hatalmas tövisek nőnek. Az emberek nem viselhetik kedvük szerint a maszkokat. Csak az ava tagjai birtokolhatják őket, és az egyik különlegesebb fajtát csak a maszkok ura viselheti. Ő ügyel arra, hogy az előírásokat szigorúan betartsák, vagyis hogy senki ne viseljen olyan maszkot, amelyre nem jogosult. A legtöbb maszkot és szobrot a kovács faragja. Más nem is készíthet maszkot. Csak ő képes erre, vagy legalábbis ez az ő előjoga. Miután a maszkok ura engedélyezte valakinek a maszk viselését, az illetőnek kell megkérnie a kovácsot, hogy készítsen egyet. A kovács, akit meglátogattam, most nem maszkon, hanem szobron dolgozik. Ő már látja lelki szemeivel a formát, amit a fa rejt. És mindezt nagyjából ki is tudja jelölni, tehát a felesleges, nehéz faanyagot le lehet vágni, mielőtt a rönköt beviszik a faluba. A maszkok ura minden fázist felügyel. A munka titkosan folyik. Egyetlen nő vagy gyermek sem láthatja a maszkot, míg az adott határidőre el nem készül. A kovács tehát nem a faluban, hanem a sziklák között dolgozik. Alig pár méterrel arrébb egy csapat nő igyekszik vissza a faluba. Pontosan tudják, mi történik, de egyikük se lenne olyan vakmerő vagy szégyentelen, hogy megpróbáljon leskelődni. A maszkok ura beszél franciául. Valaha ez az ország is francia gyarmat volt, rajta keresztül megkérdeztem a kovácstól, hogy mit farag. Ah.
Egy idős asszony meghalt, mondja. A temetésére készítek róla egy szobrot. A szobrot a gyászolók vezetője tartja majd magánál, miközben táncol. Miért ilyen sovány a teste? Mert öreg volt, válaszolja. De ha öreg volt, miért ilyen fiatalosak a mellei? Hogy lássák, valaha igazi nő volt, és mert a családja ereje teljében szeretne rá emlékezni. A másik kovács is maszkot faragott, egy majom maszkját, mondta a mester. Most először faragott majom maszkot? Nem, korábban már készített hármat. Honnan tudja, milyennek kell lennie egy majom maszknak? A saját találmánya? Egyszer egy öreg kovács megmutatta neki, hogyan kell ilyet csinálni. Azokon kívül, amiket ő készített, látott másokat? Nem, csak azt az elsőt. A maszkot ki kell lyukasztani, hogy belefűzzék a zsinórt, amivel viselője tánc közben a fejéhez illesztheti. A zsinór befűzése nem a kovács feladata. Ez valaki másnak a dolga a maszkosok közösségén belül. Kész. Már csak a maszk feketére festése maradt hátra egy speciális növényi nedvvel. Többek szerint az afrikai művészet napjainkban már halott. Nekem azonban úgy tűnik, hogy ez a puritánságában is erőteljes maszk értékesebb, mint sok régi tárgy, melyeket akkora becsben tartunk a nyugati múzeumainkban. Pedig tudom, hogy pár napja még csak egy baobab levágott ága volt. Ám a művészet nagy M-mel vajmi keveset jelent a dogonoknak. Az ő nyelvükben nem is létezik ilyen szó. Náluk egy maszk nem olyan tárgy, amit kiakasztanak a falra, vagy kitesznek egy asztalra. Nekik ez olyasmi, amit csak a megfelelő helyzetben láthatnak valakinek a vállán, jelmezekkel körbevéve mozgás közben, dobok kíséretével. Csak ezután lesz több a szemükben egy kivágott fadarabnál, és ezután lesz nagy jelentőségű jelkép, amelyet mindenki ért.
Addig a pillanatig a maszkot egy zsákban tárolják egy poros kunyhó egyik sarkában teljesen őrizetlenül. Nehéz megtudni egy dogontól, vajon szépnek vagy csúnyának, jónak vagy rossznak találja-e a maszkokat. Hogyan fordíthatók le ezek a szavak? Hogyan lehetünk biztosak benne, hogy számukra ugyanazt jelentik, mint nekünk? A dogonok nem dísztárgyként, hanem a vallási szertartások kellékeiként tekintenek ezekre a szobrokra. Mitológiájukat és filozófiájukat nem könyvekkel, de még csak nem is a beszélt nyelvvel, hanem ezekkel a tárgyakkal fejezik ki. Ez a szék a világegyetemet jelképezi. Az alant lévő földet a világ tengelye egy hatalmas fa köti össze az éggel. A széken ül az első férfi és nő, akiket Ama teremtett. Egy dogon a szobrokkal kapcsolatos kérdést valószínűleg nem úgy közelíti meg, hogy jó-e, hanem hogy pontos-e, nem úgy, hogy szép-e, hanem hogy ékes szólóan mesél-e a múltról. Ezek a kanaga maszkok, majdnem az egyedüliek, amelyeket nem a kovács farag. A táncosok készítik maguknak a beavatási szertartásukra. A hagyományhoz hűen az ünnepség után sok ilyen maszkot felvisznek a falu felett magasodó szirtekhez, hogy ott kidobják őket. A tánc után már értéktelenek a dogonok szemében. Azelőtt, ha valaki felmászott a sziklákhoz, több százat is találhatott belőlük. A lelőhelyet már régen kifosztották. A dogonok valaha idehozták halottaikat is, hogy az ősi épületek romjai tövében nyugodjanak, melyeket évszázadokkal korábban építettek a szirtek előző lakói. Ám néhány barlang még mindig rejteget maszkokat. Titkos barlangok ezek az elzárt völgyekben, melyeket a maszkosok közösségének csupán egy-két nagyon fontos tagja ismer. Ennek a hasadéknek a mélyén fekszik a maszkok anyja, melyet az ősi szellemek legnagyobbjai látogatnak. 6 méter magas, és akkora varázserővel bír, hogy nincs férfi, aki elviselné. Az éjszaka közepén bizonyos ünnepségek csúcspontjaként körbecipelik a falun. Olyan ünnepségeken, mint például a temetés. A dogonok azt állítják, hogy a fegyverek hangjai valójában az elvesztett társukért hullajtott könnycseppek. Mintha csak egy csatában lennének, a rokonok megpróbálják szemléltetni az életben vívott harcait az elhunytnak, aki bátran küzdött családja jólétéért és a falu dicsőségéért. Ám a végén annak rendje és módja szerint őt is elragadta a halál. Az ilyen magyarázat azonban túl egyszerű. Ezek a temetési ünnepségek gyászszertartások és hálaadások is egyben. Dráma és komédia. Egy szimbólumokkal teli pompás felvonulás, melyet csak a legbölcsebbek érthetnek. Egyben izgalmas esemény is, melyről a környező falvakban is hónapokig beszélnek majd, és amit senki nem felejt el, aki itt járt. Come on, 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 come on
Amint leszáll az éj, a pörgetett bikaszarvak hangja hallatszik. Azt hirdeti, hogy a maszkok anyja ma a teljes sötétség idején elhagyja barlangját, és végleg megáldja a falut. A felvonulás és a dráma egész éjszaka folytatódik. A feketeségben szertefoszlik a valóság. A férfiak múltbeli hősökké, a maszkok más világi szellemekké változnak. A tűző napfényben elpárolog a varázslat, ám néhol még most is bepillanthatunk a természet feletti világba. Egy öreg hogon, akinek az elméje már csak éppen, hogy itt tartja őt ezen a világon, és házának ajtaja tele szent ábrákkal. A legelső pár, az első férfi és nő a földön, Ama Isten gyermekei. Egy krokodil, a kor és a falu legidősebb emberének jelképe, mellette pedig egy különös fejnélküli gyík, alatta a szent teknős, mely a férfi távollétében vigyáz a családra. Felette lebe a két ikerkígyó, melyek a vizet és az esőt jelképezik. A kampó, mellyel az első kovács ellopta a nap egy darabját. Egy másik krokodil,
és az ajtózár egy antilop fejébe faragva, két egyenes szarvval. Az oszlopokon női mellek, termékenység, egy krokodil és az első hogon vastandálja. A legtöbben, akik ismerik a dogonokat, elképzelhetetlennek tartják, hogy egy faluban létezik ilyen látványos ajtó, melyet mindenki megcsodálhat. Azért nehéz ilyen ajtót találni, mert ha a londoni vagy New Yorki árveréseken feltűnik egy, legalább 20 000 fontért vagy 50 000 dollárért adják el. Ilyen árak mellett nem csoda, hogy az összes hasonló ajtót és szobrot réges-rég elhordták a dogonok földjéről. Nem tudjuk, mit lehetne tenni ez ellen. A végtelen, lakatlan afrikai vidékeken képtelenség minden határt felügyelni és megakadályozni az olyan tárgyak elhurcolását, amelyeket az ország valószínűleg megtartana, és különben is kimondhatná meg olyan embereknek, akiknek semmi pénzük nincs, hogy ne adják el azt, ami az övék, ha egyszer azt szeretnék. Minden esetre az elmúlt 50 évben a dogonok művei elhagyták Afrikát, és most ékes szóló tanúi nem csak a látásmód, hanem az egész életstílus megváltozásának. Nem lehet nő, hiszen szakálla van. Nem tudom, mi lehet. 32-es? Igen, térdelő női alak. Ez biztosan egy kalap. Maszkot vagy valami ilyesmit visel. Igen, látszik, hogy régi, de még mindig remek. Nézd a fülbevalóit. Gyönyörű, imádom. Ez nem a kedvencem. Mindent, amin csirkékvére, zsír, meg ilyesmi folyt, és amit nagyon szerettek, értékesnek tartok. Szerinted szép? Hogy szép-e? Hihetetlen, hogy bizonyos emberek mindig így élnek, ilyen sok szépséggel maguk körül. Mindennek megvan a maga funkciója, és minden gyönyörű. Úgy értem, mindennek van célja, haszna, és emellett művészileg is kincs. Imádom, ahogy a két sík találkozik. Az izgalmat, a vagányságot, Marshall McLuhan hozzáállását. Fontosnak tartja, hogy a nyugati emberek is lássák az ehhez hasonló dolgokat? Igen. Miért? Hogy miért? Mert egy másik kultúra megismerésével saját magunkat is jobban megismerjük. A magyar változat munkatársai: Végvári Tamás, Hol Nándor, Vári Attila, Sörös Miklós, Zborowski Andrea, Kajtár Róbert, Kis Anikó, Merkel Dóra, Földi Tamás. A szinkron a Budapest Film megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Műtermében készült 2008-ban. Forgalmazza a Budapest Film.